No, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Kőbánya Kispesten, de nem itt leszünk majd. Ugyanis a mai videóban kitaláltam azt, hogy ne akarom tesztelgetni az elővárosi vonalakat csúcsban, mert a Ricsi mindig teljesen jogos kritikával él, hogy én délbe felülök a Mizsére vagy bármelyik vonatra is full üres, meg fél ház van. Hát persze, mert én csúcson kívül közlekedem, és amikor már ugye hazafele jövök, akkor pont mindig az ellentétes irányban jövök, ami azt jelenti, tehát, hogy ugye délután inkább kifele vannak sokan Pestről, délelőtt meg ugye, vagy hát reggel, bocsánat, befele. És azt hiszem, hogy a Váci vonal a legforgalmasabb elővárosi vonal, de azért itt a Monor Cegléd sem kutya, és gondoltam, hogy ma kimondottan a monori személy lesz az, amit letesztelünk. Most 2 óra 22-es lesz innen Kökiről, amivel az első, amivel megyünk, ami már a csúcsban mondható, de azért még ez a csúcsnak a nagyon-nagyon eleje, vagy még talán még az sem, mert ez a 2 óra 22, hát igen, mondjuk azt, hogy most kezdődik, tehát egyébként hivatalosan 2 utántól kezdődik a csúcs, például a villamosnál, Hévnél is, ugye a villamosnál, ha két részes szolgálat van, akkor általában ilyenkor kezd újra besűrűsödni a menet, ugye például Csepeli Héven is, ilyenkor bújnak elő az M9-ák. Úgyhogy szerintem ez egy jó időpont, és hogy ilyen nagyjából 5-ig fogunk csapatni, fel alá, mint a hülyék. Na most nem így, hogy végig megyünk monorig, meg vissza, meg így, hanem így leleszállok bizonyos helyeken, akkor bevárunk egyet. Szóval szeretnék egy ilyen tesztvideót, hogy így nagyjából objektíve lássam azt, és persze természetesen hétköznappal hétfő, hogy mekkora az utasforgalom, milyen szerelvények forognak, forog-e még fecske például, és hogy mennyire van teltház, mennyire elégséges az a szolgáltatás, ami itt van. Úgyhogy let's go, nyomjuk, megnézzük, hogy lesznek-e késések, stb. Bár amilyen szerencsém van, és ez most kicsit negatívan jön, mint hogyha én azt akarnám bemutatni nektek, hogy egyébként szar minden, mert egyébként ez nem igaz, hogy szar minden, de valójában azért az sem igaz, hogy minden tökéletes, úgyhogy ha ma minden tökéletes lesz, akkor tulajdonképpen az sem fedi majd a valóságot, de szúrópróba szerűen csapatjuk, úgyhogy meglátjuk. Mondom én, hogy teljesen elrugaszkodunk a valóságtól, 22-kor kell indulni, de 19-kor érkezik az S50-es, szóval nagyon tuti, és csatolt flörtettség, azért lesznek utasok, mint láthatjátok, de nem vészes. Megnézzük, hogyan férünk fel rá. Én tökre meg voltam elégedve. Na most ez az első utunk volt. Teljesen elég volt a csatolt egység, és időben megérkeztünk, itt vagyunk Vecsés kertek alján. Csak a kajámat felejtettem otthon, úgyhogy itt beszaladtam a... Mi ez? Reál volt? Reál volt. A bonett, ömlesztett sajt, natur, abba 100 g, olyan 200 kalória, meg egy víz. Egyébként sokan kérdeztétek, hogy áll a fogyókúra. Úgy áll, hogy 115,5-ről indultam, és a mai reggeli méreckedés már 106 volt. Valami vonat jön. De azt nem ebben a videóban fogom felvenni, mert elhoztam a kamerát, csinálok egy ilyen kis spottingolást is, amíg két vonat között vagyunk. Most majd folytatjuk a következő monorival az utunkat. Kíváncsi vagyok, hogy az milyen lesz. No, közben másik irányból már bejött egy szóló flört, ami hát igazából akkor ezek szerint majd visszaforog, vagy nem tudom, hogy csinálják-e azt, hogy rácsatolgatnak a nyugatiba, lehet, hogy csinálják, úgyis meg fogjuk látni, mert valószínűleg ezzel a flörttel még fogunk találkozni már feltétlenül akkor, hogyha marad monoriba, mert az is lehet, hogy ez ilyenkor átáll valahova, szóval nem lehet ezt így felmérni, na. Hamarosan folytatjuk az utunkat, most én úgy terveztem, hogy még mindig nem megyünk el monorra, hanem szerintem elmegyünk Üllőre. Közben megebédeltem. No, a debreceni interrégió, de nekünk a monori személy egy egységflört. És hát Csurig. De itt egy nagy utasforgalmig állt ez a Vecsés kertek alja, szóval szerintem nekünk most ez nem lesz tré. Következik.
No, megérkeztünk közbe Üllőre. Hát igen, azért volt utas, mint látjátok. Igazából, mint láthattátok, azért Kertekaljától Üllőig találtam olyan négyest, ami mondjuk ez volt az egyetlen négyes, ami üres volt, de találtam. Viszont Kertekaljánál ugye nem tudtam jól megmutatni nektek azt, hogy amennyi ember leszállt, és hát láttam is, ahogy beérkezett, szóval ott konkrétan állás volt, tehát talán ide már indokolt lenne a csatolt egység. Érdekes, hogy az előtte lévő meg az volt, tehát biztos, hogy van ennek egyébként értelme. Valahogy ki van ez találva. No, hát ez szerintem az a csatolt egység, mert nem néztem számokat, amivel mi jöttünk első körben. És hát... a második egység az teljesen üres, egy néni ült rajta. De hát ugye, mint mondtam nektek, délután pont nem ez a fő irány. No, hát kijöttem ide a szélre, úgyis ugye van fél óránk. Most a következő etapban majd lemegyünk Monorra, amiért igazából nem igazán lesz releváns utas forgalmilag. Már olyan szempontból, hogy ugye Vecsés és Üllőn el fognak fogyni az utasok. És igazából nem tudjuk majd most felmérni, hogy mi a szisztematika. Lemegyünk azért Monorra, hogy legyen meg az is, aztán majd visszajövünk, aztán majd még elkavirnyászunk, ugye most jelen pillanatban még ez a középiskolások végeztek időszak van. Ugye ezért van az, hogy reggelenként nem csak a városi, hanem a vasúti közlekedésben is több vonat van a csúcsban, mint a délutáni csúcsban. Ennek van egyébként értelme, logikája, és egyébként ez így helyes. Ugyanis egy sokkal koncentráltabb reggeli csúcsról beszélünk, mint délután. Délután jobban eloszlik. Tehát reggel, ugye ez a reggel 7 és 8 közötti időszak, ez úgy nagyjából mindenkinek az életében az utazós időszak. Tehát minden iskolásnak, minden dolgozónak, jó nem mindennek, de egy nagyon nagy százalékuknak. És jobban abban a rövid időszakban, ez a reggel 6-tól mondjuk 8-ig, ebbe koncentrálódik az utazások nagy többsége. És ilyenkor kell a sűrítés, ugye itt is van sűrített, Lajos Müzein is van ugye Ócsai betétjárat, stb. Ellenben délután, amikor jobban szétoszlik, tehát ott már nem egy ilyen 6 kötőjel 8 óráról beszélgettünk, hanem egy 14 óra kötőjel 18 óráról beszélgettünk. Sokkal jobban szétoszlik, hiszen az iskolások hamarabb végeznek, a középiskolások, az általános iskolások kicsit később végeznek, a dolgozók esetenként ugye inkább ilyen ötfele jelennek meg, tehát sokkal jobban szétoszlik, úgyhogy ez egy jó rendszer, ennek van így értelme. Hát Üllőről mit mondjak, van hozzá egyébként élményem. Az egyik legjobb barátom középiskolában Üllői volt, úgyhogy jártam én ide. Neki pont a vonat volt a jó, tehát ha hozzájöttem, vonattal jöttem. És volt egy párom is itt, tini szerelem tulajdonképpen, mert mikor volt 2010-ben, tehát 14 éve, úristen. És ő meg Üllői volt, de hozzá sose jöttem vonattal, mert Üllőnek pont a másik felén lakott, meg lakik, szerintem még lakik is, de mindegy. És oda busszal mentem. A busszal ment, ja. Nem szerettem. Mármint nem szerettem Üllőre járni, emlékszem. Kimondottan kerültem és próbáltam mindig megoldani, hogy ne kelljen jöjjek, de hát van az a dolog, amiért egy férfi lejön Üllőre. Úgyhogy én is lejöttem sokszor. Na jó van. Egyelőre én egyébként meg vagyok elégedve. Még nem is láttunk fecskét. Nincsen fecske. Régen volt fecske. Mondjuk most is láttam fecskét, azt hiszem ez egy zóna volt. Nem, rájöttem, hogy hülyeség. Nem megyünk le Monorra, mert nem tudom, most egy repülő. Milyen csoda ez, nem, hogy így a Ferihegyi repülőtér közelében van egy repülő. Szóval azért nem megyünk le, mert ennek a videónak pont nem az a lényeg, hogy most mi a monori szemét járjuk be A-tól Z-ig, tehát Monorig, hanem pont az utasforgalmat nézzük, hogy mennyire kihasználtak a vonatok, és hogy mennyire nem férnek el az utasok, vagy elférnek az utasok. És ezért nem jó a Monor, mert innen Üllőtől már nem gondolom, hogy annyi utas van bármikor is, hogy itt. Szóval sokkal jobb a koncentrál helyszínen nézni ezt, úgyhogy vissza fogunk menni most a következővel Vecsésre, de pont előtte meg fog érkezni Vecsés felől, tehát azt meg tudjuk nézni, hogy azon mennyien voltak. Lemegyünk Vecsésre, vagy Ferihegyre, tök mindegy, valamelyikre, és lecsekkoljuk ott. Igen, ez lesz a jobb megoldás szerintem. Vagy lemegyünk Szemeretelepre. Menjünk le Szemeretelepre, én azt mondom. Ja, lemegyünk Szemeretelepre. Igen, az a jó. Lemegyünk Szemeretelepre, és akkor megvárjuk a szembejövőt. Ami már a durván csúcsban lesz, tehát azért telik az idő, csak nektek ez nem tűnik fel. 15 óra 45-össel fogok én lemenni,
innen Üllőről, mondjuk leér az mennyi egy 10 perc alatt, negyed óra. Mindegy, az 52-est el fogjuk érni, ami kökin van, 15 óra 52-kor. Azt már úgy csinálom, hogy ha az nem szemereltelep, akkor bárhol máshol, de azt elérjük, mert az már egy érdekesebb momentum. Közben egy kocsmány kis... Fúj! Most annyi van. Egy kis érdekesség, tessék, azért nem majd akkor a nagy krak, de érdekesnek érdekes, hogy ugye a kettesre kellene jönni a vonatnak, de a hármasra fog. Ennek elég egyszerű oka van, mögötte az IC késik, úgyhogy leelőzteti itt Üllőn, ami azt jelenti, hogy 5 percet fogunk késni. Közben pedig egy csatolt flört a másik oldalon, nézzük az utasszámokat, szerintem ezen már sokan lesznek. Hát igen. Ezt így most nem látjátok, hiába filmezném, mert ugye a fényesek nekünk kedveznek, de ezen azért vannak. Nincs full house egyébként abszolút, tehát ezt statisztikával be kéne írnom, mert ugye be kell a jegyvizsgálóknak, beírnám a 70%-ot max. No, mindjárt elmegy a City, megvan a térközés, akkor mehetünk. No, megérkeztünk Vecsésre, hát itt még nem voltunk, illetve Vecsésen voltunk, de kertek alján. A lényeg, hogy most fog érkezni majd, ami itt 16 óra 50, ez a nyugatiba 15... 15 mennyi? 30 valamennyi? Nem tudom. 15:52 köki, azt tudom. Nem késik, úgyhogy... Ez már mondjuk a mérvadóbb kategória, 4 óra van. És ezzel most elmegyünk megint Monor irányába, aztán nagyon jó kérdés, hogy hogyan tovább, de majd kitalálom. Egyébként, még meg nem jön a vonatunk, addig azt szeretném elmondani, hogy ha támogatnád a munkámat, illetve az utazásaimat, akkor PayPal és a Patreon lent van a leírásban. Én most ezt ritkábban mondom, mert igazából nem volt így nagyobb terv, de most tavasszal szeretném végre a lengyel túrát is megcsinálni. Ahogy mondtam, tavaly ugye, hogy 2 dolog maradt ki a tavalyi évből, az a lengyel túra, illetve hát Németország ugyan nem maradt ki, de München egyébként kimaradt. Szóval ezekre is, valamint szeretnék most már tényleg egy minőségi boya ilyen bluetooth-os mikrofont, mert amit sajnos vettem, nem olyan régen, az ugye nem egy ilyen drágább történet volt, de hát nem hozta azt a minőséget, ezért is nincsen használva konkrétan. Sajnos az nagyon nagy csalódás volt, és pénzkidobás is ilyen formán. Na jó, hát megérkeztünk, full house. Itt kezdtük 3 órával ezelőtt, most majd a 16 óra 52-es fogjuk megnézni. Igazából nem hiszem, hogy ez rosszabb lesz. Szóval lehet, hogy kifogtam egy jó napot, igazából nem volt semmi probléma. Egy vonatra sem lehet azt mondani, hogy 100%-osan volt kihasználva, vagy esetleg már nem fértek fel az utasok. Igazából azt vettem észre, amit én itt nem is vettem még soha észre, hiszen nem utazom a monolit személyvonattal, szóval elenyésző számban szoktam ezzel menni, hogy ha csak egy kicsit késik a szegedi vagy a
vagy a Nyíregyházi, vagy Körícé, tök mindegy. Tényleg 5 perces késésekről beszéltünk itt. Akkor már gondot okoz a monoriba. És akkor azt csinálja, ez egy bevett stratégia, ezt látom, mert kétszer is megcsinálta ebben a 3 órában, hogy üllőn félreteszi a 3-asra, kettesen átengedi az IC-t, és akkor ezzel tulajdonképpen már el is tolta a szemét, tehát akkor már ott a késés dur, és nyilván ez lehet egyre fokozódó is, és rosszabb is. Itt most nem okozott nagy problémát, tehát ilyen 3-4-5 perceket tett rá nekünk, szóval én most meg voltam elégedve, kifogtam egy jó napot, ahogy az elején mondtam, valószínűleg ez így lesz, hát így is lett. Megnézzük még a 16:52-est, és írjátok meg a véleményeteket, valamint írjátok meg, hogy tetszik ez a koncepció, meg hogy melyik ilyen elővárosi személyvonatot, nagyon fontos személyvonatot lessük így meg ilyen felfogás szerint. Én azt gondolom, hogy itt most 5 órakor elmegy ez az utcsó, ami a számunkra utcsó. Nem hiszem, hogy érdemes lenne még egy órát ráhúzni, mert igen, igazatok van, nagyjából 6-ig tart a csúcs, de én azt tapasztalom, hogy itt az iskolás csúcsot már úgymond túléltük, és semmi probléma nem volt. Már a munkás csúcsnak az elején voltunk és vagyunk, és itt sincs probléma, úgyhogy én azt gondolom, hogy elkönyvelhetjük, hogy jelen állapotában a monori személy jó, és nem volt fecske, egy se. Ellenben volt fecske zónában, volt fecske debreceni interrégióban, csak flörtök voltak, mint láttátok, csatolt és egyegység, amit azért egyébként sajnálok, mert így a film kicsit egyhangú, és majd hát lehet, hogy bedobja itt nekünk utoljára a fecskét, aztán akkor mégiscsak örömködhetünk, meglátjuk. De én igazából elégedett vagyok. No, hát záró akkor sem kapunk érdekesebbet, mint flört. Igaz, hogy egy csatolt egységet, de hát akkor sem lesz ez érdekes. Van utas, de nem hatalmas a történet. Megnézzük, hogy magán a két flörtön mennyi utas gyűlt össze a nyugatitól. Szerintem egészen korrekt napot zár így a csúcsban a S50. Köki nincs a helyzet magaslatán, nem volt jelző. Ennek az oka egyébként, hogy kiengedett egy tervonatot, és nem ért el még a térközt. Ugye azt hiszem, Lőrinc állomás még csak térköznyire sincsen, tehát egy térköz se. És azért már 3 percet itt rostokol. Elég balfaszkodással oldotta meg a forgalom. Na nézzük az utasokat, az számít. Hát igen. De ez sem, tehát ez sem, ez teljesen korrekt. Nem tudom, ti mit panaszkodtok, S50-es utazók. Na, sziasztok!